Na hallihó, sziasztok, Pavics Laci vagyok, és ez a márciusi vlog, ami nyilván késik méghozzá azért, mert valakinek problémái voltak a Sigma FP-vel, Nikon D500. Ezt a videót én már felvettem korábban, és időben meg is vágtam volna, viszont problémák voltak a Sigma FP-vel, hogy újraindult folyamatosan a Sigma FP, és emiatt a hangsáv elveszett a videó alól, úgyhogy ami megmaradt, azt most berakom, és megnézzük, hogy mit lehet kihozni ebből az egész szarból. Úgyhogy tadám! Na hallihó, sziasztok, Babics Laci vagyok, és hát ez a márciusi vlog. És hát elég sűrű volt a hónap. Hát nyilván ez a vlogon nem fog látszódni, de elég is sűrű volt, mert hogy a Neon Han zenekarnak videóklipet forgattunk. Ugye Póli Kúzsi rendezte, én voltam az operatőr, per világosító, per minden egyéb. És igazából ezzel elment minden egyes vasárnapom, viszont nem mutathatok belőle, mivel hogy hamarabb jön ki ez a videó, mint ahogy kijön a videóklip. És most egy kicsit furán nézünk ki. Ez azért is van, mert van nálam kölcsönben egy objektív, ez pedig egy Great Joy 50 mm-es anamorfikus objektív, ugye egy 8-as anamorfikus optika. Remélem jól néz ki, mert nyilván anamorfikus objektívet visszanézni kamerán keresztül nem olyan rettenetesen egyszerű, de legalább szép széles. Nyilván kicsit megnehezíti most a dolgomat az, hogy elég nagy dolgokat tervezek a közeljövőbe, amit majd nyáron fogunk meglátni, de nagyon-nagyon sok időmet és energiámat veszi ez sajnos el. Úgyhogy ezért is egy kicsit ilyen fokias, viszont annyi jó hír van, hogy nyáron vissza fogok állni a heti rendszerességű videókra, mert hogy én amúgy nagyon-nagyon szeretek heti rendszerességben videókat készíteni, és sokkal, de sokkal érdekesebbek úgy a dolgok, amikor heti rendszerességgel vannak videók. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy erre majd visszállunk, és gyorsan nézek egy hangcsekket, mert nem vagyok benne biztos, hogy minden fasza. Ezen kívül amúgy sok minden nem történt, mert hát nyilván van egy gyönyörű szép barátnőm, akivel nagyon-nagyon sok időt szeretek tölteni, amíg lehet, emellett pedig nyilvánvalóan dolgozok a munkahelyemen, ahol relatív sok a munka, úgyhogy nem nagyon érek rá sose csacsogni, meg cseverészni, meg ilyenekre, úgyhogy igenis keményen dolgozunk, és várjuk a nyarat, hogy minden szebb és jobb legyen. Úgyhogy hát márciusban igazából ennyit tudtam mesélni. Az április videó jobb lesz, mert a premiérrel is fogok majd valószínűleg videózni, ott lesznek majd a külföldi színészek, ilyenek. Nyilván nem ígérgetek semmit, valamint nyilván elkezdenek végre jönni a videók is, mert nagyon sok videó van betervezve. Nyilván a D500-ról lesz egy külön videó, a Steadicamről, meg azoknak a javításáról szintén lesz egy külön videó, hogy hogyan működik tényleg részletesen egy Steadicam, valamint hogyha kész van, akkor majd valószínűleg kimegyünk és teszteljük, és rádobunk egy redet. Úgyhogy valószínűleg meghívom majd akkor Pöstény Balást is, a Debré Célete egyik videósa, videotechnikus, és ő viszont steadizik is, szóval neki van egy eredeti steadicamje, egy tiffenje, és majd kikérjük a véleményét, hogy ő mit gondol erről. Úgyhogy remélem nem volt olyan kibaszott unalmas, így a márciusi videó, attól függetlenül, hogy volt egy intro, azt kész. Utána pedig itt üldögáltam és beszélgettem, de hát nem. Na, még kimaradt. Ugye március egész érdekes volt, sok olyan projekt van szintén, amiről nem beszélhetek, április sokkal jobb lesz, és így tovább szokásos szöveg. Amint viszont elmondhatok, április 17-én lesz a díszvetítése a Bonus Trip című filmnek, amiben én elég sokat dolgoztam. Ugye Second Unit operatőr voltam, drum operatőr. És egy tök érdekes amerikai akciófilm lett belőle, nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, és 17-én lesz a díszvetítés egy Debrecenben, 16-án Budapesten, és 18-a pedig a rendes premier dátuma. Úgyhogy borzalmasan várom, nagyon-nagyon izgalmas lesz, megyünk díszvetítésre, kiöltözünk, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon csíti lesz, nagyon-nagyon király lesz, én borzalmasan várom. A másik, ugye nyilván van valamennyi szabadidőm, az pedig gyönyörű szép barátnőmmel, Sárival töltöm. A nem feltétlen szabadidőmet is természetesen vele töltöm, úgyhogy ez ilyen. Ami még igazából érdekes, hát Nikon D500. Akkor, amikor még elsőnek leforgattam ezt a videót, akkor még nem volt meg a D500, és csak beszéltem róla, hogy terve van, hogy vásárolok egyet. Miért pont D500? Ugye egy nagyon jó barátom, Kovács Peti árulta itt Debrecenből, ő sportfotós, és árult egy két Nikon D500-at, és az egyiket úgy gondoltam, hogy megveszem tartalékváznak, a Nikon D4 mellé. Miért? Mert igazából volt egy büdzsé, 250, és 250 környékén kellett egy másodvázat találnom. Szóval kellett egy másodváz, és akkor itt szétnéztem, hogy mi van. Jelen pillanatban ugye a D3S, a másodvázom, és hát ugye úgy nézett ki ez a választás, hogy úgy voltam vele, hogy D3 is környéke, az nem jöhet szóba. Emiatt ugye a D700 is le lett húzva a listáról. 800-at nem akarok venni, mert hisztisek, meg amúgy relatív öregek már. Maradt a 600-610, amit szintén lehúztam a listáról, mert autofókuszban nem olyan erősek. És akkor végül is maradt, hogy 750, 810, vagy akkor a D500. És 750-en volt, és nem szerettem. 810-en volt, imádtam, viszont felesleges a nagy felbontás. Ugye 36 megapixel felesleges. És akkor úgy voltam vele, hogy hát nézzünk meg a D500-at. És ugye régen nálam már volt egy D500, a tasbarátomé, amit kölcsönkértem azért, hogy kipróbáljam, hogy sportra milyen. Ugye jégkorongot szoktam fotózni. És Debrecenben a jégcsarnokban volt egy jégkorong meccs, ahova elvittem magammal a D500-at egy 300-as telével. Na már most. Na szóval ugye D500. És elmentem a jégcsarnokba, még akkor a D3S sem volt, 7202.8-al, és a D500-ra felraktam a 300 F4-et. És mivel kropos szenzor volt a D500, ezért a 300 az ugye 450 mm volt ekvivalens, és kurva hosszú volt, és nem használtam szinte semmit. Így nem volt fel tapasztalatom, és akkor feljöttem, hogy tass, figyelj már, meg van még a D500-at. Meg persze, add már kölcsön, hadd nézzem már meg. Kipróbáltam, tetszett. Úgyhogy talán meg is vásároltam a Nikon D500-at, amivel most ugye a videó készül. És amikor ismerősödök fel, mondtam, hogy figyelj, gondolkozok a D4 mellé egy D500-osom. És akkor egyből, hogy miért veszek roppos szenzoros gépet? Majd mondom, mi a különbség? Hát, mondom, na látod. Arra, hogy egy esküvőn elfotózgassak vele, koncerten, így különbség. Nem azt mondom, hogy a kroppos vázakkal, a D500-zal. A D500 egy modern váz, relatív újabb. Bazd meg. Hagyjuk, befejezem később. Szóval ott tartottunk, hogy miért Nikon D500. Azért Nikon D500, mert ugye amikor nálam volt a tasnak a D500-asa, a 300 F4-jel, és egy meccset fotóztam, akkor ugye nagyon-nagyon hosszú volt, ugye 450 mm ekvivalens, és nagyon-nagyon nem tetszett, mert hogy nyilván hosszú volt, emiatt nem is fotóztam vele. Rájöttem volna 7200-at, de igazából akkor meg már ott a D3S 7200-zal. Úgyhogy akkor nem nagyon használtam, és akkor most azt ugye ideadta, kipróbáltam, és tökre tetszett, tök király volt. És úgy voltam vele, hogy akkor legyen egy másodvázam, az egy Nikon D500, mert ugye a D500 sokkal, de sokkal modernebb, mint a D4. Ugye a D500 az a D5-nek a kistesója, ugyanazt az autofókuszrendszert kapta, ugyanazt a fénymérést, egyéb ilyesmit. Nyilván nem egy olyan tartós az árszerkezet, szóval ugye 200.000-ra van kalibrálva, 200.000 export bír körülbelül, ebben 490.000 van, úgyhogy nyilván azért volt ez olcsó, és majd amikor megdöglik, vagy majd későbbiekben, nyár közepén, meg majd ugye az NPS-en keresztül, Nikon Professional Service-en keresztül pedig leadom majd a Nikonhoz javításra, és ott azért nagyon-nagyon jó, mert egy ugyanolyan vázat adnak neked javításra, mint amivel dolgozol. vagy ugyanolyan vázlatodnak neked tesztgépnek, vagy kölcsönbe, mint amivel dolgozol, úgyhogy egy D500-am lesz ugyanúgy. Úgyhogy ez egy nagyon nagy előny a NPS-nek. Úgyhogy most D500. És akkor ugye jött a kérdés Pistitől, hogy miért kroppos gép. És igazából úgy voltam vele, hogy az nem mindegy. Most arra, hogy egy koncertet lefotózzak, esküvőbe, lagziba dolgozzak vele, arra teljes mértékben tökéletes, és nem fognak hiányozni azok a dolgok, amit mondjuk ahogy nézzük, egy Nikon D5, vagy D4-es, vagy akármi adna a nagyobb szenzorra. Nyilván picit jobban zajosodik, mint egy sima D5, nyilván az aksi nem feltétlenül ugyanaz, mint egy D5-be. Ugye itt annyi különbsége, hogy amikor van hozzá egy portrémarkolat, és a portrémarkolatba ugyanúgy bele lehet rakni az NL18-as aksit, ami ugye a D5-é, meg ugye a D4 is, ezért nekem van itthon belőle pár darab, úgyhogy jelen pillanatban is egy nagy aksiról a markolatba megy a gép. Ugye XQD kártyával dolgozik, meg SD kártyával, és UHS 2-es SD kártyát teszik, amiből szerencsére nekem van itthon. XQD kártyám is van, de meg járt is hozzá, természetesen Peti adott hozzá egyet, de ezeket mindent majd el fogom adni, és veszek CFest 2.0-as, vagy CFExpress Type B kártyát, amik relatív jó árban vannak, és nagyobb kapacitások is vannak belőle, szóval 80 gigásot veszek 35 000 forintért, úgyhogy teljesen mindegy. Ezen kívül ugye megy még a másmilyen kontentek, most készülnek még videók, ugye vettem egy szterikámát, most annak a szterikámnak a felújítása megy folyamatban, erről majd lesz egy külön videó, meg ilyesmi. Meg hát nyilván színházazunk, szóval színházzal töltjük el a nagyon-nagyon sok időmet. Meg ezen kívül ugye még lesz egy-két plusz olyan dolog, amire már most készülünk, de még nem beszéltünk róla. Volt egy tévészereplésem például, ami még mindig nem volt adásban, úgyhogy még mindig nem lehet róla beszélni. A filmben amúgy szerepeltem, a Bonus Tripben ott is volt egy szereplésem, de az szintén nem lehet beszélni, majd 17-e után, amikor a premier lesz, és ott a premier előtti díszvetítés lesz itt Debrecenben, úgyhogy nyilvánvalóan most vannak ilyen dolgok a készülőbe, meg nyáron szeretnék majd visszaállni arra, hogy ugyanúgy heti vlogok lesznek, és nem így havi szinten, mert hogy nyáron majd lesz sokkal, de sokkal több időm, ugye lesz egy hónapos leállás a színházban, meg ilyenek, amit majd úgyis filmforgatással fogunk tölteni, úgyhogy akkor meg majd heti szinten készülnek újra a videók, és majd akkor egy kicsit tényleg jobban rá leszek arra véve, hogy igenis üljek le és igenis csináljak videót, meg próbálok most rendet tartani majd a másik szobában, mert jelen pillanatban is azért ülünk kint itt a lakóházak között, mert akkor a kupleráj van a másik szobában, úgy voltam vele, hogy leülni nem tudok, nem hogy azt, hogy felvenni egy videót. Úgyhogy most ilyen dolgokkal töltöm az időt, meg egyéb ilyen marhaságokkal, de ha minden jól megy, akkor nyártól visszavágunk a rendes kerékvágásba, és akkor lesznek videók, lesz minden. Addig meg ki kell bírni, hogy havonta egyszer kiszenvedek egy videót, meg ha mellette van egy kis időm, akkor csinálok egy másikat. Jelen pillanatban nem sokára kész van egy másik videó is, ami majd szerintem egy hét múlva fog megjelenni. Addig meg az ilyen videókkal kell majd hát mindenkinek kiélni magát, mert hogy most ez van. Tehát ne röhögjél ott a kamera mögött. De nyilvánvalóan a következő havi vlog majd egy kicsit színesebb lesz, mert nyilván a D500-ot is ki kell vinni majd tesztkörre, valószínűleg a Debug Spire-ra fogok kicoccanni vele. Ezek mellett ugye a premierről lesz, meg ilyenekről, úgyhogy a következő havi vlog az majd érdekes lesz és fancy lesz, de ez még mindig szar, úgyhogy ez van. Úgyhogy nagyrészt ennyi. Találkozunk következő hónapban. Csá! Meséljük el, Laci, hogy ma mit láttunk az interneten. Mit mutatta? Gyere ide és mondd el, mit mutattam neked. Jó itt. Mutattam. Várjál, felkötöm a hallom. Ha Laci nagyon fáradt, arról sajnos én tehetek. De ha nagyon boldog, arról is én tehetek, ugye? Persze. Ekkora hatás született. Tegnap önéletrajz fotót csináltunk nekem, úgyhogy ha valaki marketingest keres, akkor hívjatok. Vagy hívjátok Lacit, majd szól nekem. Főzött nekem teát, mert egy kicsit fáj a torkom. Úgyhogy Laci igazi, mint a pasi. De ezt nem kéne elmondanom az interneten, mert még lecsapnak a kezemről. Ja. Laci nagyon rossz pasi. Ne akarjatok Lacival járni. És én milyen barátnő vagyok, Laci. Mi az, hogy... Tessék! Nem iszok, nem dohányzok. Kicsi vagyok, sok helyen elférek. Kicsi a rezsim. Használhatod a jó illatú tusfürdőmet, meg samponomat. Ez a lényeg, nem? Igen. Jó, hát ezt csak a prémium követők láthatják, csatornatagok, és szeretném nagyon szépen megköszönni a figyelmet. Laci most ezt nagyon élvezi.